Üdvözlöm a kedves nézőket! Máma mutatok egy kis trükköt, hogy miként lehet megoldani azt, hogy a iPhone-on lehessen Fortnite-ozni. Ugyanis tegnaptól elérhető újra. Ennek köszönhetően fogjuk magunkat, és ugyebár ha akinek van PC-n Epic Game Store-ja, megnyitja, az alábbi képet fog szembesülni, hogy van itt neki egy ilyen képe, amin ott van egy QR kód. Ezt iPhone 11-től fölfele lehet bekérni, és akkor avval le lehet kérni. Hogyha netalántán nincs kép a közelbe, de mindenképp szeretnél iPhone-on játszani, akkor fogod magad, és megnyitod a telefonodon a Safari-t. Ez a kép most nekünk nem kell. És a Safari-ba beírod, hogy Fortnite iOS. Ha megvan, ugye már a legújabb rendszere van frissítve, aztán 17.1-től jött be, akkor szépen megnyitod ezt a linkecskét, lejjebb görgetsz, ugye már itt van, hogy miket kapunk hozzá bónusz, meg mik kellenek, és akkor magát az Epic Games Store-t kell föltenni a telefonra, aminek ez kell. Akkor ez, igen, Get Fortnite, és akkor itt van maga a Epic Games Store. Letöltöd, meg fogja kérni, hogy hozzáférés fog kérni. Ha ez megvan, akkor engedélyezed, illetve első körben a beltársakba meg fog jelenni, ugyebár az iCloud-otok alatt, a repülőgép mód fölött, hogy ugyebár egy külső alkalmazást készülsz telepíteni, arra is nyomsz egy igent, majd utána visszajössz ebbe a képbe, megint rányomsz, hogy Insta, letölt, telepíti. Miután megvan, megjelent az Epic Launcher telefonodon. Ahune. Elfogadod a felhasználói feltételeket, és ahune Fortnite. Ha rányomsz, elindul, és akkor elkezd letölteni kb. 18 gigát, úgyhogy korlátozott mobilnettel ne nagyon. Nekem ez a része már megvan. És akkor még egy open-nel elindul. Utána megtalálja magát és átvált fekvőbe. Ugyebár nekem már fönn van, úgyhogy nekem most be fog elvileg loginolni. Át is várt magától. És ehune. That's it Fortnite. Nekem most a Lego van kiválasztva, de hát itt látható a másik. Van hangja is a játéknak. Úgyhogy látjátok, halljátok. És innentől kezdve lehet játszani, mint egy Fortnite-ot, ugyebár normálisan. És ajánlott, bár beállítani a framerate-et, mondjuk 60, nekem 13 Pro Max-on van, azon ezeket kéri, de mindenki egyedileg állítgatja, amit akar. És ha minden igaz, viszi a kontrollert. Úgyhogy ha egy Xbox kontrollert rákötök Bluetooth-on keresztül a telefonra, akkor onnan fog menni minden. Remélem segítettem, és jó játékot! Sziasztok!